Hamarosan összesen 1 millió gépjármű, ebből 500 ezer személyautó kötelező felelősségbiztosítása jár le. A szerződés fordulópontja a naptári év kezdőnapja, de csak azoknál a járműveknél, amelyeket 2010. január 1-je előtt vásároltak meg a tulajdonosok. Addig ugyanis egységesen ezzel az évfordulóval köthettek kötelező biztosítást az érintettek. A fordulónap lejárta előtt van lehetőség a biztosítóváltásra, ezért a napokban elkezdődik az ügyfelekért folytatott kampányhadjárat. A szakemberek szerint érdemes átböngészni az ajánlatokat. November 2-ig fog díjat hirdetni a 12 biztosítótársaság, és november 11-ig fogják megkapni a jelenlegi biztosítójuktól a következő évi díjtarifát az ügyfelek, akiknek január 1-e az évforduló. Ezáltal kezdetét fogja venni a KGFB átkötési kampány. Fontos ilyenkor, hogy az ügyfelek, miután megkapták a saját biztosítójuktól az évfordulós levelet, tájékozódjanak a piacon arról, hogy a többi biztosítótársaság milyen díjakat hirdetett ki, illetve milyen kedvezményeket fognak tudni ők személy szerint elérni. Jelentős díjkedvezményeket hirdetnek ilyenkor a biztosítótársaságok, tehát mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni. Az érintett ügyfelek november 1-e és december 1-e között mondhatják fel a jelenlegi szerződésüket, az újat pedig december 31-éig köthetik meg. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy biztosítóváltás esetén célszerű a meglévő szerződés felbontásával egyidejűleg megkötni az új kötelező gépjármű felelősségbiztosítást. A tapasztalat ugyanis az, hogy utóbbi olykor feledésbe merül, ilyen esetben pedig január 1-ével nem lesz érvényes kötelező az autón. A tarifák emelkedésére sajnos számítani kell. Körülbelül egy 10%-os díjemelésre lehet számítani. Ennek az az oka, hogy körülbelül 20%-kal emelkedett a baleseteknek a száma, megnőttek a rezsióradíjak, illetve az alkatrészárak is. A kötelező felelősségbiztosítás január 1-i évfordulója összesen közel 1 millió gépjárműre, köztük mintegy 500 000 személygépkocsira vonatkozik. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az autósok körülbelül 10%-a vált az év utolsó időszakában biztosítót. Ez becslések szerint 100 000 lecserélt szerződést jelenthet a következő időszakban.